Fölébresztjük Pöcsit és Lulut. Itt vannak. Pöcsi és Lulut. Drága kicsi, most elvándor én. Jó a nyaklánca! Új, most kaptam a hétvégén. Felvettétek az iskola többen? Röndös gyerekeket kaptok lenni? Na, akkor irány az udvar és lesz Peti. Hol van? Most éppen Szekszárdon vagyunk, ahol Cseh Péter atya hittanórát tart a 7. tanulóknak a katolikus általános iskolában. Péter atya a focival, a futballal egy különleges missziót próbál megvalósítani itt Szekszárdon és környékén. Meglátjuk, hogy hogyan alakul az ő napja, illetve megtudjuk, hogy miért ezt a hivatást választotta. Péter atya, mióta focizol? Amióta az eszemet tudom, van egy olyan fénykép rólam, hogy a babakocsiban vagyok. Nem tudom, szerintem pár hónapos láttam, és egy hatalmas labda van a fejem mellett. És miért pont a foci? Miért? Vagyis hát inkább úgy kérdezem, hogy miért nem inkább a foci, és miért a papság? Mert látom, hogy a foci azért elég jól megy. Igen. Én is így látom. Igazából kiszerettem a fociból 20 éves koromban. De ilyen hivatalos csapatban is? Persze, játszottam. Egyértelmű. Hát 10 éves koromtól 20 éves koromig mindig a korosztályos csapatokban játszottam. Ugye az volt a nagy álmom, hogy én legyek a világ legnagyobb focistája. Ez nem jött össze, mert abba hagytam. Úgy sok gyereknek ez az álma egyébként, igen, tehát sokan igen. Vagytok, vagy voltatok a de piacon. De legyen Magyarországon minél több gyereknek ez az álma, persze. És akkor közülük majd kijön egy új VB arany. 18 és 20 éves korom között egyetemre jártam Szegedon, magismertem egy katolikus egyetemi lelkészséget, kisközösségbe kezdtem járni, lelki gyakorlatokra, találkozókra. Közben persze ment a foci is az egyetem és az ima élet mellett, de úgy szép lassan, úgy kiszerettem a fociból. Ezzel azt is mondhatnám, hogy hát nyilván nem jöttek azok a nagy álom eredmények, amiket én gondoltam, és elveszítettem valószínűleg a motivációmat, ott voltam egy ilyen lelkileg egy légüres térben, ténylegesen le is mondtam a csapattagságot, és hát ebbe a légüres, lelki légüres térbe úgy betört az Isten meghívása, hogy jöjjönnek. Remélem, ebből senki nem azt fogja összerakni, hogy egy foci szerelmi csalódás után inkább elmentem papnak, hanem tényleg azt, hogy Jézus a jó pásztor, és neki hatalma van arra, hogy megszólítsa a lelkeket. Hallottam a hangját, küldött jeleket. Most repülj fel a nyakamba! Hopp, ilyen szállt! Lányok, voltatok már diszkóban? Igen. Igen, és tudnak ott ilyen trükköt a díszjokit? Én is egy normális ember vagyok, akinek vannak szórakozásai, és hát mivel már később ez nem a vérkomoly célom volt, hanem már csak egy szórakozás, így hát nyilván ez magmaradt papként is. És hát egyébként is jó dolog sportolni, mozogni, gyerekekkel játszani. És a gyerekek veszik alapot? Hát mennyire látszott az eddigi játék alapján? Én úgy látom, hogy igen. Csak kicsit adsz hozzá egy pluszt, tehát hogy adtál neki nevet, ő a Pötyi. Így van. Táskában van Lulu, ő így a kisebb. Van. Ő a kislány, a kistesó, a kis. Tehát, hogy egy picit több ez, mint egy focilabda, nem? Ez így van. Így van. Hát Pötyi a beszélő csodalabda, ő tudám kérdezni. És néha olyan kérdéseket tesz fel, hogy hú.
nyakamba, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Hát ezek után most énekeljünk, ébresszük fel Pötyit és Lulut, ezeket a hét alkotnak, jó? Add a kezed, hogy zenjünk az Úrnak, zenjünk az Úrnak, halleluja! Add a kezed, hogy zenjünk az Úrnak, zenjünk az Úrnak, halleluja! Tavaly azt mondta Ferenc pápa Rómában a nemzetközi karizmatikus találkozón, hogy az egész katolikus egyházzal osszák meg a Szentlélek körösség tapasztalatát. Tehát a legnagyobb csoda az az, hogy itt van a Szentlélek és él az egyházban, és ő hoz új mozgalmakat, új lendületet, ő tisztít mag. A Szentlélekre van a legnagyobb szükségünk. A Szentlélek egy élő személy, rá van szükségünk. Ő az, aki magérteti velünk az írásokat. Ő az, aki magtanít mindenre, arra is, hogy használjuk az internetet. Az interneton magában lehet, hogy nem is jól használjuk. Lehet, hogy az internet használat közben is csak kialakul egy szűk, zárt kör, és ugyanott mozgunk. És azt hiszük, hogy azért, mert az internetet használjuk, már mindenkihez eljutunk. De hogy jutunk el mindenkihez? Lehet, hogy ugyanott vagyunk, mint ahogy egy kis templomban, csak bemegyünk, elvégezzük a liturgiát, és jön 8 ember egy kis faluban. És utána elmegyünk a kis faluból, de a másik 480 ember, aki a faluban lakik. Tehát evangelizáció. Evangelizáció. Szentlélek erejével. Mióta vagy itt káplán? Tavaly augusztus 1 óta. Még nincs teljesen 1 éve. Szekszárdi káplán vagyok, és itt lakok kint Szálkán, ebben a gyönyörű faluban. És hát ez is az egyik szándékom, hogy reggeltől estig mindig nyitva legyen a templom ajtó. Parancsolj. És akkor ott van egy kis asztalka, kártyákat vihetnek, vagy ilyen-olyan dolgokat. Vasárnaponként, ugye a 4 vasárnapból 3 vasárnap a gitáros misa van, 1 vasárnap pedig népénekes szentmisa. Én ezt igazából így örököltem, és így is folytatom. Említetted, hogy valamitől különleges ez a templom, hogyha az ember bejön, akkor egyfolytában szól a Biblia. Így van, ezt meg is fogom mutatni, ugye milyen gyönyörűek a régi szószékak, és ma már ezt a liturgián szinte soha nem használjuk. És akkor most bekapcsolom a hangos evangéliumot, ami itt fog szólni. Elég erős tájszólással beszélsz. Földiákon nőttem fel, Makon születtem. Ez édesanyámnak a tájszólása. Van? Itt a házi tej, ide rakját az ajtóm elé. Akkor elmentem hittanra, kiraktam az üres üvegat, a pénzt, és itt a házi tej. Remélem, hogy Isten lelke, a Szentlélek mozgat engem. Krisztus szeretete sürget minket, mondta Pál apostol. Szeretnék olyan lenni, mint a Mester Jézus, aki elment mindenhova és minden lehetséges eszközt felhasznált. Az igazi eszköz az a szó, a beszéd, az Isten szava. Tehát az Isten szavát kell hittel kimondani, az igazságot a Szentlélek erejével.
azért tartom ezt fontosnak, mert egyrészt engem eltalált Isten szeretete, engem maga érintett, kaptam egy nagy adományt, tudom, hogy él Jézus. Tehát ez nekem már egy kiinduló pont, hogy van egy személyes tapasztalat. És utána pedig ebből fakad az, hogy szeretném mindenkivel magasztani. Akivel csak tudom, akivel csak lehet. Mindenféle módon. A Duna TV-től jöttek ezek a bácsik, azért, hogy fölvegyenek minket, nem a vállukra, hanem abba a kamerába, amivel készítik a felvételt. De én azt mondom nektek, hogy legyetek ugyanolyanok, mint bármelyik szerdán, jó? Szóval most ne ijedjetek maga miatt, lazuljunk egy kicsit el, és kezdjük a kérdésekkel, hogy ki emlékszik Isten neveiből valamelyikre a múlt heti alkalomból? Győztes, így van. Istennek valóban van egy ilyen neve, hogy Győztes. Halljunk egy újabbat. Parancsolj. Igazságos Isten. Igazságos Isten. Hogyha az interneten nem a Szentlélek erejével evangelizálunk, akkor ott is pusztán csak az lesz egy kis szűk kör, és mi azt hiszük, hogy mindenki látja. Dehogy, csak kialakult egy ugyanolyan zárt kör, amin belül mi mozgunk. Ezért a Szentlélek mindig űz, hajt, hogy hagyjuk el a biztonságos kikötőt, ahogy mondja Ferenc pápa az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában. És egyébként ez is az egyik új kezdeményezésem, hogy az evangélium öröme apostoli buzdítást pontról pontra felolvasom, egy imát mondok, utána újra felolvasom, és a hallgatónak mondom, hogy most pedig te imádkozz az új evangelizációért. Jó szívvel ajánlom mindenkinek a csepeticsapata.hu weboldalt, illetve a Facebookon vagy YouTube-on, egyéb más blogon az anyagainkat. Tényleg egy közösségben evangelizálok, és nagyon sokat köszönhetek az egyháznak, a testvéreimnek. Hiszem azt, hogy itt van a helyem, és itt van a helyünk mindannyiunknak. Jézus közelében, és a katolikus egyház szívében. Köszönöm szépen!